Köszönöm szépen, képviselő úr. Következő hozzászóló Molnár Csaba, képviselő úr, független. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Az elmúlt három év talán legcinikusabb, legsilányabb, leginkább szánalmas politikai nyilatkozattervezetét tárgyalja most az országgyűlés. Egy olyan nyilatkozattervezetet, ami megpróbálja elhitetni az országgal, hogy ez a nyilatkozat, ez Magyarországról szól, az Európai Unióról szól, vagy általában a magyar emberekről szól. Miközben nagyon jól tudjuk, itt ebben a házban és szerte az országban is, hogy ez egyetlen egy emberről és az ő sértett hiúságáról, Orbán Viktorról szól. Arról a miniszterelnökről, aki szélsőséges önimádatában a saját személyét Magyarországgal azonosítja, és mikor az Európai Parlament úgy dönt, hogy a magyar kormány és a magyar állam, önök által képviselt magyar állam megsérti az alapvető jogokat Magyarországon, akkor azt saját személy elleni sérelemként fogja föl. Mondhatnám azt is, hogy ez szinte mindegy, ez az önimádat legyen csak Orbán Viktor személyes problémája. A baj az, hogy a miniszterelnök úr tovább ment, és azt mondta, hogy ezt a személyén esett sérelmet, azt nem saját maga akarja visszaadni, hanem az országgyűlést hívja segítségül, hogy helyette ezt torolja meg. Tisztelt képviselőtársaim, ez olyan, mint mikor egy középső csoportos óvodás játszik a homokozóban, a mellette ülő kisgyerek elveszi a lapátját, és ezért az óvodás odarohan az anyukájához bömbölve, és a segítségét kéri. A magyar országgyűlés képviselői ma egy ilyen, egy középső csoportos óvodás szellemi színvonalához mért vitában vesztek részt csak azért, mert a vezérük erre kéri önöket. Tisztelt országgyűlés, nézzük meg azért tartalmilag is ezt az értelmetlen szöveget, mert bármennyire értelmetlen, azért talán lehet róla beszélni. Egyrészt önök azt állítják, hogy itt üzleti érdekekről van szó, valamilyen furcsa rezsitörténetről van szó. Engedjék meg nekem, hogy ne játsszak el azzal a teljesen nonsens gondolattal, hogy elképzeljem, mikor egy bolgár, egy lett, vagy mondjuk egy máltai európai parlamenti képviselő összehajol az Európai Parlamentben, és éppen azon tanakodnak, hogy hogyan ártsanak Magyarországnak és a magyar embereknek, vagy éppen a máltai, a lett, vagy a bolgár multinacionális nagytőkkel őkét védelmezik Magyarországon, mert azt, ez talán még önök számára is nonsens. De nézzük meg a valóságot. A Tavares jelentésnek az előkészítése az hónapokkal korábban elkezdődött, mint hogy önök Magyarországon egy szót is beszéltek volna a rezsicsökkentésről. Lehet, hogy az önök boszorkány konyhájában már készült a rezsicsökkentés őrült ötlete, de erről az Európai Unióban nem tudhatott senki. Vagyis azt gondolni, hogy ez a rezsicsökkentés ellen való történet, azt gondolom, hogy még önök számára is a vicc kategóriájába tartozik, az meg különösen, mikor törvényhozási döntéseknél önök üzleti érdekekről beszélnek, mikor ez a parlament folyamatosan vagyonszerzés, jövedelemszerzés és üzleti mutyik miatt hozott döntéseket az elmúlt néhány évben, gondoljanak a trafikbotrányra, vagy gondoljanak csak a földmutyikra. Itt nem a rezsi ellen folyik eljárás, képviselőtársaim, hanem a rezsim ellen, az önök rezsimje ellen, ami az elmúlt három évben folyamatosan csorbította Magyarországon az embereknek a jogait. De nézzük az önök második állítását, azt mondják önök, hogy itt egy baloldali nemzetközi összeesküvésről van szó Magyarország ellen. Miről is beszélünk? Az Európai Bizottság többségében jobboldali politikusból áll. Az Európai Bizottság elnöke jobboldali politikus. Az Európai Parlament legnagyobb frakciója a jobboldali néppárti frakció. Az Európai Unió legerősebb tagállamának a vezetője szintén egy jobboldali kereszténydemokrata politikus. Szó sincsen baloldali összeesküvésről. Nagyon jól bizonyítja ezt, hogy a bizottsági vitában az Európai Néppártból többen, sokan felálltak és támogatták a Tavares jelentést, és a végén a számokból is kiderül, hogy önöknek még a saját pártcsaládjukat sem sikerült meggyőzniük arról, hogy ne támogassák ennek a jelentésnek az elfogadását. És engedjenek meg egy harmadik aspektust is, ha már önök leírták, azt mondják ebben az anyagban, hogy az Európai Unió túllépte a hatáskörét. Hol?
Az Európai Unió alapszerződésének a második cikkelye az kifejezetten lehetővé teszi egy ilyen eljárás lefolytatását, és erről a második cikkelyről úgy, ahogy teljes egészében az Európai Uniós alapszerződésekről a magyar nép demokratikusan nagy többségben egy ügydöntő népszavazáson döntött. Vagyis lehetősége volt az Európai Parlamentnek, hogy lefolytasson ilyen eljárást. Mondom még egyszer, nem a magyar néppel, hanem a magyar kormány demokrácia csorbító politikájával szemben. De engedjék meg, hogy csak egy picit szélesebbre nyissam ezt a dolgot. 1975 óta, tudják, ez volt az az év, amikor még az akkori kommunista tábor a Szovjetunió vezetésével is beleegyezett abba, hogy elfogadják azt a bizonyos Helsinki egyezményt. 1975 óta semmelyik európai ország nem mondhatja azt, hogy emberi jog ügyekben beavatkoznak az ő belügyeibe, mert erre a többi európai országnak véleménymondásra lehetősége van, már akkor is lehetősége volt, mikor még mi is abba a bizonyos átkos rendszerben a szovjet blokkhoz tartoztunk. Bár igaz, hogy az akkori kommunista vezetők is nagyon nehezen tűrték, hogy fegyelmezzék őket. Brezhnev, Honecker, Ceausescu vagy Huszár, ők természetesen agresszív módon szólaltak fel akkor. Látom, idegesek, mikor önökhöz hasonlítom a kommunista vezetőket. Agresszív módon szólaltak fel akkor, amikor megpróbálták rajtuk számon kérni a Helsinki alapelveket. Most ugyanezt történik. Orbán Viktor és önök felháborodva kérik számon azt, hogy önökön meg az Európai Unió alapértékeit kérik számon. Ugyanaz a helyzet, teszem hozzá, sorsuk is ugyanaz lesz majd, ahogy az előbb említett kommunista vezetők a történelem szemétdombján végezték, az önök vezére is oda fog majd jutni, teljesen természetesen a többik is akarnok közé, ahova tartozik. Tisztelt Országgyűlés! A Tavares jelentésről szóló véleményünket mi írásban megküldtük az Európai Parlament valamennyi frakciójához, így természetesen a fideszes képviselőkhöz is. Szívesen elmondtam volna, de hogy az Európai Parlamentben fél évig lehetett vitázni a Tavares jelentésről, ugye a magyar parlamentben fél napot sem biztosítanak önök erre, ezért a 8 perces időkeretben nekem nincs lehetőségem arra, hogy ezt ismertessem, ezért röviden foglalom össze ideges képviselőtársaimnak a véleményünket. A Tavares jelentés minden mondata igaz, az önök minden mondata hazugság. Akik az Európai Parlamentben megszavazták a Tavares jelentést, azt Magyarország érdekében, a magyar emberek érdekében tették. Befejezik az idegeskedést a képviselőtársaim, akkor képviselőtársaim. És azok az európai parlamenti magyar képviselők, akik megszavazták a Tavares jelentést, ők igazi hazafiak, mert hatalmas nyomás ellenére is nem a kormányukat választották, hanem a nemzetüket választották akkor, amikor a kormánnyal szemben Magyarországot meg kellett védeni. Tisztelt Országgyűlés! Nem is olyan régen, nem egészen 100 évvel ezelőtt Ady Endrét az önök jobboldali elődei hazaárulónak nevezték azért, mert azt mondta, hogy nem szabad belépni az első világháborúba. Kiderült, hogy Adinak van igaza. Most ugyanez a helyzet. Önök hazaárulóznak, de a hazafiság a mi oldalunkon van. Köszönjük az Európai Parlament többségének és a magyar képviselőknek, hogy védik Magyarországot és a magyar embereket az önök önkényével szemben. Elnök úr, köszönöm szépen!